Az urak kezdik az estét, köszöntök én is mindenkit, elsősorban az uraknak. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és ezzel a mi kis színvonalat is visztek. Hát akkor kezdjük. Mindenképpen jó, a végig jó volt szállni. Az urak észre zenéjét szeretnék jönni. Bulgáriába érkeztünk, várnál.
Bulgáriában nem készítettem fényképeket, illetve a videót készítettem, de az vállalhatatlan. Az egyetlen, ami eszembe jut, illetve az első, ami eszembe jut, hogy Bulgáriáról, az Iván Kazov, akinek a könyvével egy plágiumban én írtam idén. 29 példányt vagyok. Ami azt jelenti, hogy a jelenlők 10%-ának van meg. De sem biztos. Igen is köszöntelek, Bori. Én fogok ma veled beszélni. Jó, örülök, Marci. Akkor elbeszélhetem az utazásról. Igen, mesélj el, hogy mi történt veled Bulgáriában. Ez csak azért érdekes, mert elkezdtem olvasni a Marci könyvét, és akkor gyakorlatilag az első oldalon én már be voltam szippantva, mert gyakorlatilag ott volt szó szerint leírva minden élmény, ami engem ért. Már a legelső oldalon, mert én a Krétakor színházat utaztam körbe, és nagyjából ezeket a helyszíneket, ahol Marci is járt. És gyakorlatilag megérkeztem, ott voltam azon a szutyok vulgár parton, és abban a nagyon furcsa szállodában. És amikor már így azt kérdeztem, hogy ez teljesen kísérletésnek, azt mondtam, hogy na most, ha jönnek a kóborbigyák, akkor ez szuper lesz ez a könyv, és abban a pillanatban megtámadta Marcit és a testvérét, akivel Bulgáriában utazott egy csapat kóborkutya. Nem támadta meg, ez nem igaz. Így volt, én kicsit színeztem, hogy ennek is volt. De is színeztél néha. Színeztem. Én, ugye ez csak a várma, tehát nem lehet, hogy az túl. Egyébként köszöntöm a jelenlévő bolgárokat. Biztos van egy bolgár, legalább. Szóval ez egy ilyen háromnapos, négynapos hibászat, egy várnai. Az egész könnyen, szintem a három-négynapos hibászat. Az különösen azok az utak, amiket a bátyámmal egyébként a könyvet neki ajánlottak. Töltöttünk azok ilyen hibászatok. Ami mindenképpen megállapíthatunk, hogy igazából, hogyha bármelyik magyar város, mondjuk Szolnokat elképzeljük a 90-es években, ez egy kicsit lehangoló, de hogyha oda képzeljük egy ilyen gyönyörű homokos tengerpartot, akkor ez nem annyira gyönyörű, tehát egy csikkert, egy nagyon zacsó. Igen, jó, de Szolnok tengerparttal, és itt érték a különböző kalandok Marcit, nem tudom, hogy akkor azt lehet, hogy én nem Hát például berekedtetek egy kocsmáról. Azt nem, azt a percet ott egy kicsit, tehát ott ugye a delirium... Úgyhogy állam volt. Vannak a könyvben azért olyan részek, amik nem történtek. Meg például soha nem szokott berekedni, ott sem berekedni. És viszont ettél pirkafejet. A pirkafej az azóta is igen, van, de illet, azóta is pirkafejet készíti. Üstőszekrény volt annak a birkafejét, és azt a várna óta eszi, szerintem. Sőt, biztos, hogy nem. Ez a legnagyobb élmény, azt hiszem, várna a birkafejét. De tehát ez a Szolnok érzés. Mert hogyha vissza akarsz utazni az időben, szeretnéd átérni, mert én nekem tetszett Szolnok 96-ban, bizonyos mértékben, akkor csak oda kell menni, bár most meg ugye, ha hozzáteszik, akkor ott most 2000 van körülbelül a várnában. Én most azt mondom, hogy mondom, hogy ez biztos, hogy nem húztak el. Ja, de igen, akkor elhúztak. Szerintem ők nem húztak el. Ők nem húztak el.